Vagy önyörökkel az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. S hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag. A mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk. A világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, a fejünk felől hiányzik valami, a földről hiányzik egy talp alatti föld, talpunk alól hiányzik valami, pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Kitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk-e hitetést hallani, de már ránk tör a tudás. Valami nincs sehol. S a mi dolgunk kezd bevallani, és keresni azt, amit már senkinek nem szabad elmondani. Újra kell kezdeni minden. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést. Minden szerelmet újra kibontani, újra kezdeni minden művet, minden életet, és kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni minden te világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, és belőlünk sürgetve dalol, és újra hiteti, eljön valami, valahol, valami. Németi Erzsébet nyugdíjas tanárnő előadásában Váci Mihály Valami nincs sehol című verse hangzott el. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket az Ámony Városlá avatásának 28. évfordulója alkalmáról, melynek díszt ünnepségünkön kitüntetés és tárgyajándékok átadására is sor kerül. A városi ünnepségünkön külön tisztelettel köszöntöm Halászné Laskai Szilvia úrhölgyet, az Ámonyi Lárási Dr. Nagy Anita úrhölgyet, az Ámonyi Járási Hivatal vezetőhelyettesét. Bajor Tibor urat, az Ámony város első polgármester. Belinszki Béla, címzetes főjegyző urat. Balogh Oszkár urat, Csap, testvérvárosi tanács, KMK frakcióvezető urat. Márta Bozaliková úrhölgyet, Tiszacsernyő testvérváros polgármester. Köszöntöm városunk megjelent díszpolgárait, Vas Béláné, Ola Ágnes úrhölgyet.
Köszöntöm Záhony város polgármesterét, Helmeci László urat. Ádám Ilona úr hölgyet, a Záhonyi Pócsikné Vakul Ágnes úr hölgyet, Zsúr község polgármesterét. Batázi Ferenc urat, Győröcske község polgármesterét. Záhonyváros képviselő testületének tagjai. A környező települések polgármesterei. Köszöntöm továbbá Pásztor Gyula Csabánét, a Kisvárdai Tankerületi Központ igazgatóját. Úr Ildikó úrhölgyet, a Záhonyi Árpád vezérlőt. Dalosné Rozgonyi Mária úrhölgyet, a Hétszínvirág úrhölgyet. Bodnár Attila urat, a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kármán Közlekedési Szakközépiskolája gimnáziuma és dr. Bíres József kollégiuma tanítási vezetőjét. Dorogi Tamás, pénzügyőr alezredes, főosztályvezető. Nagy Zsolt alezredes, határőrsi képviselő. Aros László, tűzoltó alezredes, katasztrófa védelmi. Varga Norbert, tűzoltó százados, a Záhonyi katasztrófa védelmi. Sebők János, református lelkész. Sajben Zsolt, görög katolikus parókus. Kármán József, római katolikus plébános. A városunkban működő hivatalok, intézmények, gazdálkodó szervezetek, önszerveződő közösségek vezetői, képviselői, munkatársai, civil szervezetek, nyugdíjas klubok vezetői, a pártok képviseletében megjelenteket. E jeles alkalomból külön köszöntöm a mai díszünnepségen kitüntetésben tárgyajándékban részesülőket. Ünnepségünk megnyitójaként kérem, énekeljük el. Kedves hölgyeim és uraim, kedves vendégek!
Városunk nevében tisztelettel köszöntöm neked az Álmodi Város napján, városelvatásunk 28. évfordulóján. Köszönöm, hogy megtisztelték rendezvényünket. Mindannyiunk alapvető vágya, hogy rendezett, igényes lakókörnyezetben élhessünk. Ennek megteremtését mindenkinek a saját portáján kell elkezdenie. Nekünk városvezetőknek ugyanez a dolgunk, de települési léptekekkel. Úgy gondolom, hogy a városállás ténye önmagában is elkezdett bennünket. Újra eltelt egy év, idősebbek lettünk, mint álmi lakosok, és idősebbek számon, mint város is. Egy születésnapon talán megengedhető, hogy visszanézzük az elmúlt egy évünket. Hogyan szépült, mivel gyarapodott kisvárosunk. A mindennapi város üzemeltetési és fenntartási tevékenység segítésére beszerzésre került néhány nagy értékű gépeket vásároltunk az útfelújításhoz, fabrikettálót a városi zöld hulladék újrahasznosításához, két nagy kapacitású ütőkannát az általunk termelt mezőgazdasági termékek tárolására, és egy kis teherautót a közterületen dolgozó munkájának segítésére. Ezeken túl több felújítás és építés történt a városban. Felújításra került a Platán út, a Baross Gábor úti lakótelep belső útja új burkolatot kapott, cseréltük az Arany János út szennyvízhálózati szakaszát, a városi köztemetőben új burnafal épült, a Decathlon sportáruház segítségével megtörtént az általános iskola tornatermének felújítása, és a tantermekben saját erőből új interaktív táblákat vásároltunk. A legkisebb városlakóknak is kedveztünk. Az óvodában két vizesfok teljes felújítása megtörtént, egy úgynevezett dió számítógépes rendszert vásároltunk gyerekeink készségfejlesztésére, és lecseréltük a óvodai csoportszobában lévő 30 éves fektetőket a mai kornak megfelelő kiságyokra. Az előretekintés, a gondos tervezés és a pályázati források megtöbbszörözhetik lehetőségeinket, melyeket úgy érzem, eredményesen használtunk ki. Bízom abban, hogy sikeresen investáltunk a fejlesztési forrásokért. Úgy tartja a mondás, hogy minden hosszú vándorút az első lépéssel kezdődik. Ezeket a lépéseket részletesen megterveztük, és világosan megfogalmazott célkitűzéseinket összhangba hoztuk az uniós források lehetőségeivel. A 2016-os évben 1 milliárd forint értékben nyújtottunk a pályázatokat. A Földváros keretében a Műzési házat szeretnénk felújítani, valamint a Jókai és a József Attila úti terület rendezését. Az energetikai pályázatban az önkormányzat intézménynek fűtési és elektromos energia igényét váltanánk ki megújuló energiával. Már régóta ígért Arany János út csapadék kizárvetésére is nyújtottuk be pályázatot. Az orvosi rendelő akadálymentesítésére felújítását is megterveztük. Sportcélú fejlesztések keretében két darab kültéri sportpark kialakítására pályáztunk. A lakossági szavazás alapján kiválasztott 56-os emlékmű megvalósítására benyújtott pályázatunk sikerének köszönhetően májusban átadásra kerül az alkotás. Az Interreg, azaz a határon átnyúló pályázat keretében Záhony, Zsúrk, Tiszabezgét, valamint a szlovákiai Tiszacsernő és Kistárpény településekkel közösen tiszai turizmus fejlesztésre adtuk a pályázatot. Hogy ne csak a város egyre gyarapodó anyagi pénzben méretű értékét említsük, szeretnék kitérni a város szellemi, kulturális értékének fejlődésére. A közöttünk és értünk működő egyesületeknek, kluboknak, alapítványoknak nagyon fontos szerepük van, hiszen erősítik az itt élő társadalmi kötődését, a szabadidő értelmes és hasznos eltöltésére adnak módot úgy, hogy ezzel a valahová tartozás érzését nyújtják. Pótolhatatlan közösségítő szerepük van, melyet a különböző fesztiválokkal, szabadtéri rendezvényekkel mi is erősíteni kívánunk. Tevékenységük nélkül kulturális életünk szürkébb lenne, városunk pedig sokkal szegényebb. Ünnepeltünk a hagyományos városnapi programokon, a gyerekek örömére megrendezésre került egy nagyszabású gyereknap. A fiatalok a Zen könnyűszenei fesztiválon szórakozhattak. Augusztusban már a második nemzetközi néptánc fesztiválon láthatunk vendégül 250 fellépőt, és a városban régen nem látott vendégsereget. Október 23-án az 56-os forradalom 61. évfordulóját közösen ünnepeltük a megyében. Az elmúlt években is működött a Mikulásház, megtartásra kerültek az adventi rendezvények, volt utcanapi vásár, és mindenki karácsony. És újra egy közös kocintással, tűzijátékkal köszöntöttük az új évet a Bíres Parkban. Továbbra is célunk a közösségi aktivitás erősítése, kikapcsolódási és sportolási lehetőség kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mert fontos, hogy vonzó és megtartó hely legyen városunk. A mi városunk is csak összefogással, egymásra figyelve,
és egymást tisztelve juthat előre. A ma cselekedetei a holnap alapkövei, melyel utódaink kövéig most készítjük elő. Tisztelt ünneplő közönség! Szeretném köszönteni a most kitüntetetteket, kifejezve hálánkat közösségünknek a becsülését, mert munkáikkal nem csak gazdagabbá tették városunkat, hanem öregítették is annak hírnevét. Köszönöm az egész éves munkájukat. Köszönöm valamennyi kollégának, külső segítőinknek, hogy áldozatos munkájukkal, véleményükkel hozzájárultak sikereinkhez. Köszönöm Zámonyváros lakosságának, hogy mindenki a maga területén a legjobb tudása szerint teszi a dolgát, hiszen az eredményeink eddig is közösek voltak, és ezután is közösek lesznek. Mert mi mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy Zámony az legyen, ami egy tiszta, nyugodt, fejlődő vidéki kisváros, ahol jó élni. Kérem, ünnepeljék velünk a 28. évfordulónkat a mai napon, és tisztelettel és szeretettel meghívom Önöket a vasárnap délutáni rendezvényünkre is. Köszönöm szépen, hogy meghallgatok. Köszönjük szépen a polgármester úr ünnepi köszöntőjét. Tisztelettel felkérem Halászné Laskai Szilvia úrhölgyet, az Zámonyi járási hivatal vezetőjét az ünnepi beszédének megtartására. Kedves zámoniak, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Az ország egy településének a sorsa, története, az ország összes településének a sorsa és élete egyben adja a nemzet sorsát. Itt Záhonyban, amikor a város közössége ünnepli fennállását, erejét és boldogulását, akkor bizony emlékezni kell arra is, hogy mint csepp a tengerben jeleníti meg Záhonyváros történelme, Magyarország történelmét is. Tiszteletre méltó hagyomány, hogy az itt élő állampolgárok évről évre megemlékeznek arról a napról, amikor a települést várossá nyilvánították. Ezzel nem csupán egy hivatalos okirat, egy rangot adó napot idéznek meg, hanem ünneplik a közösséget, amelyben élnek, az otthonukat, amit szeretnek. De várossá lenni elsősorban feladat, csak aztán dicsőség. Hiszen a várossá avatással nem változnak meg az itt élő emberek, megváltozik viszont a lépték, amelyben helyt kell állni. Minden város jól teszi, ha az előző évekből átmenti azt, ami korábban jó volt, amiért jó volt ott élni. A közvetlenséget, az összefogást, az otthonosságot. De a legjobban akkor cselekszik, ha a folyamatos növekedés mellett időt szakít az egyedi értékek védelmére, a hagyományok ápolására. Mert egy nemzetnek, egy városnak akkor van jövője, ha ismeri és megbecsüli a múltját. A város ezt az utat választotta. Lehetőségeihez képest fejleszt, elsősorban olyan beruházásokat hajt végre, mely munkahelyteremtő vagy megőrző. Olyan tevékenységeket támogat, amely gerjeszti a társadalmi aktivitást, így közvetve hozzájárul az emberek alkotta kisebb vagy nagyobb közösségek működtetéséhez. Ezzel segíti az együtt tartozás érzésének kialakulását, a kölcsönös felelősségvállalás jelentőségét. A tenni akaró záhonyi embereknek teret nyit, hogy alkotásaikkal vagy fizikai tenni akarásukkal erősítsék egymást, közösségüket, a várost. Ahhoz, hogy ezek az eredmények megszülethettek, sok ember munkájára volt szükség és összefogására. Biztos vagyok abban, hogy a nehéz döntések előtt nagy segítséget jelent, ha a képviselőtestület összefog.
egy cél érdekében. Illetve az, hogy a szakterület képviselői adják tudásukat, tapasztalatukat a közös munkához. Hiszem, hogy valamennyien a város érdekeit szem előtt tartva, tudásuk legjavával támogatják a jövőben Zármony város ügyét. Hiszen szakmai munkájukkal a választók akaratából önök is formálták, és jelenleg is alakítják városunkat. Így válik tehát kinek-kinek a maga életútján keresztül személyes tapasztalássá egy város életének lassan múló évei. Bízom abban, hogy valamennyiük számára tele van ez az időszak nem csupán a küzdelem, a megpróbáltatások, de az örömteli pillanatok és eredmények hozadékával is. Kérem, hogy higgyenek abban, hogy egymás munkájának a megbecsülésével, a tenni akarással bebizonyíthatjuk, hogy a város méltó az ősökre, és az utánunk jövő nemzedék büszkén gondol majd az elődökre. Az ember szíve mélyén örökké odavaló, ahol született. Ezzel a Márai Sándor idézettel kívánok mindenkinek kitartást, erőt és töretlen akaratot. Mert hol akarat van, ott út is van. Hiszek Záhonyban, az itt élő emberekben, a város jövőjében, és azt kívánom, hogy még sok évtizeden, évszázadon át ünnepeljék a várossá válás napját az utánuk jövő generáció. Köszönöm meg tiszteletben! Kedves vendégek, a város születésnapjára, a kitüntetettek tiszteletére, vendégeink részére fogadják szeretettel a kulturális műsorunkat. A Hétszínvilág óvoda és bölcsőde Margaréta nagycsoportos gyerekei, Pócsik Zselyke és Szabó Tibor, Szűcs Imre gyermekszem című verssel kedveskednek. Felkészítő óvodapedagógusok Balogné, Varga Emilke és Szántóni Somogyi Klára. A gyermekszem, virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem, tárgy, világ és kikeret, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem, ablak, forrás, domtető, erdő, zúgás, tisztított a levegő. A gyermekszem, a legfurcsább hatalom, próbáld ki csak másokon vagy magadon, mert amikor a gyermekszem kérve kér, abba minden vár és csoda belefér. A gyermekszem szirmát nyitó kék virág, tőle fordul szebbre, jobbra a világ. A gyermekszem fényesség és bizalom, vezéreljen téged is ez az utadon. Köszönjük szépen a kedves kis gyerekeknek az ünnepi szavalatot. Tisztelt ünneplőközönség, kedves vendégek! Kitüntetések ünnepélyes átadása következik. A képviselő testület döntése alapján a mai díszünnepségen közszolgálatért elismerés, hozzákapcsolódóan diszoklevél és a hatályos költségvetési törvényben meghatározott mértékű köztisztviselői illetmény alap ötszörösének megfelelő összegű pénzjutalom kerül átadásra.
Zámonyváros önkormányzati képviselő testülete a 150/2017 számú határozatával Takács Istvánné részére közszolgálatáért elismerő címet adományoz. Takács Istvánné a Závonyi Árpád vezér általános iskola és alapfokú művészeti iskola tanítója. Érettségi után 1977-ben Berkeszen a II. Rákóczi Ferenc gyermekotthonban, mint gyermekfelügyelő kezdte pályafutását. Egy év múlva a tuzséri Hungarofrut vállalatnál adminisztrátorként dolgozott 1978-tól 1982-ig. Gyermekkori álma valósult meg, miután felvételt nyert a nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskola tanító népnövelés szakkollégium levelező karára. Főiskolai évei alatt ismét Berkeszen képesítés nélküli nevelőként a gyermekotthon nevelője lett. Ezek az évek határozták meg a későbbiekben is a gyermekekhez fűződő kapcsolatát, empátiáját. 1985. augusztus 1-től a Závonyi Általános Iskolában tanítóként, illetve napközi otthonos nevelőként oktatta, nevelte a diákokat. Munkáját mindig a lelkiismeretesség, pontosság határozta meg. Osztályfőnökként szeretettel, türelemmel és tisztelettel fordult nem csak a gyerekek, hanem a szülő felé is. Gyakorta mondogatja, minden gyermekhez meg kell találni a kis ösvényt. Nincs reménytelen gyerek. Ez vált pedagógiai hitvallássá is. Lelkiségéből adódóan mindig érzékenyen közeledett a hátrányos helyzetű, a tanulási nehézségekkel, magatartás zavarral küzdő gyerekek felé. Felzárkóztatásukban elévülhetetlen érdemeket szerzett. Felelősségtudata is a gyermekekért tenni akarásából fakad. Tanítóként mindig felkészült, az új pedagógiai módszerek elvek felé pedig nyitottan közeledve napra készen végezte munkáját. Munkaközösség vezetőként összefogta, koordinálta kollégáit. Sarkalta őket az együtt gondolkodásra, a közösség minél hatékonyabb együttműködésére. Szabadidejét is sokszor feláldozva készült, dolgozott iskolánként. Versenyekre készített, ünnepi műsorokat állított össze, tanított be. Továbbképzéseken vett részt. Kollégái közül szinte elsőként kezdte használni a digitális eszközöket, hogy minél színesebbé, érdekesebbé, változatosabbá tegye tanulmányait. Kollégáinak szívesen segít, hiszen nagy tapasztalattal és pedagógiai bölcsességgel rendelkezik. Takács Istvánné Ilike magasfokú szakmai ismeretekkel rendelkező, nyitott, érdeklődő, mások iránt is felelősséget érző egyéniség küzdelmes magánélettel, de mindig a közösséget, az osztályát szem előtt tartva dolgozó pedagógus. Pályáján eltöltött közel 40 éves kiváló munkájának elismeréseként közszolgálatáért elismerő cím kitüntetésben részesül. Felkérem Helmeci László polgármester urat az elismerő cím átadására. Közszolgálatért kitüntetettél kívánszolni. Köszönöm szépen, hogy ezt a megtisztelő elismerést a kezemben tarthatom. Köszönetet kell mondanom először is a jó Istennek, hogy erre a pályára irányított. Szüleimnek, akik az emberek mélységes tiszteletére neveltek. Családom apjának, nagyjának, akik mindig támogattak engem. Tanáraimnak, munkatársaimnak, barátaimnak, akik segítettek, hogy munkámat a lehető legjobban végezzem. A szülőknek, akik rám bízták gyermekeiket. És nem utolsó sorban tanítványaimnak,
akiknek szeretete mai napig is körülövezi életemet, és erőt ad a nehézségek elviseléséhez is. Köszönöm szépen, ennyit szeretném. Záhonyváros önkormányzati képviselőtestülete a 151/2017 számú határozatával Petrika Józsefné részére közszolgálatáért elismerő címet adományoz. Petrika Józsefné óvodapedagógus. Szakmai életútja 1973-ban kezdődött, amikor az általános iskola elvégzése után megkezdte tanulmányait Nagykállóban, a Budai Nagy Antal óvónő képző szakközépiskolában. Első munkahelye szülőfalujában a Mándoki napközi otthonos óvoda volt. Az óvónői pálya iránt kibontakozó szeretete arra sarkalta, hogy tovább képezze magát. 1979-ben a Hajdúböszörményi óvóknő képző intézetben szerzett diplomát. 1984 márciusában nyitotta meg kapuit a Hétszínvilág óvoda, a kezdetektől egészen 2017-ig volt az intézmény óvodapedagógusa. Az itt eltöltött idő alatt igyekezett tovább képezni magát. Szakmai tudását gyarapítva nevelte az óvodás gyermekeket. 2001-ben környezeti nevelő lett. Tanulmányait az ELTE tanító és óvóképző főiskolai karán végezte Budapesten. Ugyanitt szerezte meg a szakvizsgáját 2006-ban. Természetjáró csoportokat szervezett 2005-től kezdődően, majd ezt követően folyamatosan napjainkig. Mottója Áprili Lajos vers idézete volt. Ámulni még, ameddig lehet, amíg a szíved jó ütemben dobban, s megőrizni a táguló szemet, melyet csodálkoztál gyermekkorodban. Az ő szervező munkájának köszönhető 2006-ban a Magyar Madártani Intézethez kapcsolódva a Hétszínvilág óvoda madárbarát óvoda lett. A környezetvédelemnek és a természet szeretetének az óvodában és a városban is aktív hírvivője. Az Ámonyi zónában rendszeresen jelentek meg írásai az óvodai élet eseményeiről. 2014-ben a minősítési eljárásban elkészítette portfólióját. 40 éves óvodapedagógusi munkáját a szakmai elhivatottság és a gyermek szeretet jellemezte. Felkérem Helmeci László polgármester urat, a ünnepi cím kitüntetés átadásán. Nem készültem, de talán nem lesz nehéz megköszönni azokat a gondolatokat, vagyis szóvá tenni azokat a gondolatokat, amelyek köszönetként most elárasztják a lelkemet. Nagy meglepetés volt nekem ez a cím, mert nem számítottam rá. Nem számítottam rá, mert egy pálya végén, amikor az ember egy kicsit megnyugszik és önmagába fordul, akkor azokat a boldog perceket idézi vissza, amelyek örömet okoztak neki. Nekem nagyon sok ilyen volt. Én azt hiszem, hogy egy kicsit túl is csordult bennem, és igyekeztem másoknak átadni. Azt, hogy megszerezzem ezeket a lehetőségeket, amelyek itt elhangzottak, a környezetemben élő, lelkes, odaadó segítőim nélkül nem lehetett volna. Elsősorban a családomnak, ők is nyitott szívű, nyitott szemű, és a természet iránt mindig érdeklődő emberek voltak. Először a gyermekeimre ragasztottam ezt a dolgot át, bár nem tudom, hogy nem ők ragasztották el rám, mai napig is ebben az életstílusban élünk. Köszönöm, ha a többiekre is, akikkel kapcsolatba kerültem, legyenek azok gyermekek, felnőttek, városlakók vagy bárki, tudtam a környezetért tenni, és tudtam megláttatni azt a sok szépet, ami körülvesz bennünket. Mindig és mindenhol, nem messzire, csak a legközelebbi kis dolgokat nézve lejjük meg a boldogságunkat. Ámolni még, ameddig lehet, amíg szívünk jó ütemben dobban, s megőrizni az ámoló szemet, melyet csodálkoztunk gyermekkoromban. Köszönöm szépen!
Kedves vendégek, díszünnepségünk kulturális műsorának keretében a hallgassák szeretettel az Áhonyi Árpád Vezér Általános Iskola zeneművészeti ágtanárainak ünnepi előadását. Műsorukban elhangzik John Carden, Claudia Brand, Eljön a nap című énekszáma. Előadja Homicskó Pál. Folytatásként Rolf Lavlen, Song from a Secret Garden, előadja Vaksa Tiborné és zongorán kísér Valka Éva. Végezetül Sanzelizé című darabját Román Viktor és Valka Sándor előadásában halljuk. Fogadjuk meg szeretettel a pedagógusokat. Ez így, de a remény.